Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! A Paksi Atomerőmű Részvénytársaság nevében szeretettel köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat a mai egyedülálló eseményre. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel és őszinte nagyra becsüléssel köszöntsem körünkben Ő Excellenciája Habsburg Otto urat, a Páneurópai Unió elnökét és feleségét, Regina főhercegasszonyt. Köszöntöm továbbá dr. Kocsis István urat, a Magyar Villamosművek Részvénytársaság vezérigazgatóját, és Kovács József urat, a Paksi Atomerőmű Részvénytársaság vezérigazgatóját. Azért hívtuk meg Önöket, hogy közösen, ünnepélyesen és jelképesen fejet hajtsunk a páneurópai gondolat legnagyobb magyar alakjának eddigi életútja, szellemi munkássága előtt. És kifejezzük tiszteletet azzal, hogy jelenlétében felavassuk a róla készített szobrot. Tisztelettel felkérem dr. Kocsis István urat, a Magyar Villamosművek Részvénytársaság vezérigazgatóját, tartsa meg avató beszédét. Hölgyeim és uraim, mindjárt nevében megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel köszöntöm Habsburg Ottót, a páneurópai gondolatnak az atyát, az egyetemes humanizmus és az európai eszme legkiválóbb képviselőjét, Magyarország elkötelezett támogatóját, Paksváros és a Paksi Atomerőmű igaz szövetségesét. Nekem módon volt több alkalommal találkozni felséges úrral, és nagyon kitűnő emlékeket őrzök magamban. Az a tény, hogy ön meglátogatott minket, amikor a helyzet itt a legnehezebb volt, úgy gondolom példamutató erkölcsi erőt sugárzott mi belénk is. Hisz nem könnyű helyzetbe volt az atomerőmű az elmúlt években, és úgy gondolom, hogy tudtunk meríteni abból az emberi tartásból, amit ön felém sugárzott. 2004-ben volt az egyik alkalom, amikor ilyen dolgokról az atomerőmű vagy a Paksi televíziónak nyilatkozott, és megragadt bennem az a gondolat, amit ajánlott tanácsként a európai csatlakozás küszöbön lévő országunk képviselőinek, hogy hogyan viselkedjenek, ami hát rendkívül egyszerű. 100%-os teljesítmény, 100%-os munkabírás, munkavégzés, ez a siker kulcsa. Hisz félgőzzel nem lehet eredményt elérni, mondotta ön, úgy gondolom, hogy ez így van. Mondott másik jó tanácsot is, az, hogy a belső vitáinkat, véleménykülönbségeinket ne kürtöljük szét a nagyvilágnak, hisz hogyan is várhatnánk megoldást onnét, ahol ezt nem ismerik olyan mélységben, mint mi magunk. Lehet-e példaértékűbben beszélni egy atomerőmű felé ilyen dolgokról, mint ahogy ezt most én idéztem, nekünk ugyanezt kell tenni, 100%-os teljesítményt nyújtani, munkateljesítményt erősíteni, és a belső vitáinkat megpróbálni megoldani magunk között, hisz a siker kulcsa nem olyan bonyolult. Azt csodálom önben, hogy egyszerűen, érthetően úgy beszél, hogy ezt könnyű hallgatni, könnyű érteni, könnyű vele azonosulni, nem bonyolítja el a dolgokat, és így közönség mindig figyelmes ön felé, hit, erő és akarat. Úgy gondolom ez a három dolog kell, a hit és az akarat az mindenkinek a sajátja, ezt megkaptuk. Tehetségből kinek több, kinek kevesebb jut, azzal kell pótolni, hogy több akaratot és több hitet teszünk a munkánk mellé. Nem régen kérdezték öntől, hogy magas kora ellenére, hogy ilyen aktív, hogy ilyen szellemi frissességgel tud dolgozni. A válasza nagyon egyszerű volt, kérem szépen, hát nem volt időm egyszerűen megöregedni, hisz mindig volt feladatom, mindig voltak célkitűzéseim, és ez viszi az ember előre. Úgy gondolom, hogy ebből is tanulhatunk. Ő nem csak a politika és a tudomány területén tett sokat országunkért, hanem a magyar történelem, a magyar kultúra megismertetéséért is, amelyből a régió sem maradt ki, hisz a magyar borok újra elismertetéséért is sokat tett, úgy gondolom,
pince látogatások kapcsán, és ennek is örülünk. Ez egy példátlanul gazdag életpálya, amelyben benne vannak azok a momentumok is, amelyek megacélozzák az embert, hisz kimondhatná, hogy tanúja volt ilyen nehéz, sorsfordító időszakok végigélésének, mint ő. De ez megerősít mindenkit, és mindig megtalálhatjuk benne azt a továbblépést, a jövő felé tekintést, hogy milyen kihívásoknak kell megfelelnünk majd. Soha nem fogom elfelejteni, hogy talán nem régen egy körülbelül szűk egy éve ketten osztottuk ki azokat a okleveleket az önkormányzat jeles embereinek, akik elvégezték azt a tanfolyamot, amit ön talált ki, hogy tanuljunk meg, hogy kell majd Európában viselkedni, gondolkodni, hogy lehetünk versenyképesek az ön támogatásával és a Paksi Atomerőmű anyagi finanszírozásával. Ez teljes sikerrel záródott, és nagyon örülök, hogy önnel kioszthattam azokat az okleveleket, amelyek talán hozzájárulnak ehhez a szellemiséghez. Én azzal bíztatom mindnyájunkat, hogy merítsünk erőt ebből a rendkívül gazdag életútból, és hogyha ezt megtesszük, sikerrel fogjuk elérni céljainkat. Ezen gondolatok jegyében leplezzük le Habsburg Otto szobrát. Megköszönöm a szép, méltató és szívet melengető gondolatokat, és tisztelettel felkérem vezérigazgató urakat a szobor ünnepélyes leleplezésére. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, önök a páneurópai gondolat legnagyobb magyar alakjának készített szobor leleplezését látták. Ez a szobor szimbólum. Habsburg Otto a európai közös gondolat megteremtésével maradandót és időtállót alkotott. Úgy gondoljuk, ehhez méltóan mi is olyan formában fejeztük ki tiszteletünket, amely maradandó és időtálló, amely évszázadok vagy évtizedek múlva is hirdeti az ő érdemeit és a mi nagyra becsülésünket. Vezérigazgató úr, kedves barátom, hölgyem és uraim, őszintén leszek most egy pár szóval, nem tudtam azt, hogy erre az eseményre jöttem ide, mert már mindig nagyon szerettem ide Paksra jönni, már csak azért is, mert szeretem egy közösséget, amely a jövőben bízik, amely tényleg dolgozik, amely nem fél, és amely tényleg valamit tesz, ami Magyarország számára nagy szolgálat. De azon kívül, amikor megtudtam, hogy ez a szoba létesül, azon tűnődtem, hogy hát egy olyan magasztos társaságban vagyok itt, mind azokkal a nagy tudósokkal, akik olyan sokat tettek az országért, hogy hát engem is ide tegyenek. Hölgyeim és uraim, egyszer csak észrejöttem, hogy volt már egyszer egy múlt. Annak idején, az emigrációs időkben, én akkor Washingtonban voltam, sok ilyen ember nemzeteinkből havonta egyszer találkoztak, hogy legalább ott egy szobában egyszer nyugodtan tudjanak a saját nyelvükön beszélni, és ne kényszerüljenek, hogy mindenki angolul fecsegjen. És hát ez így volt akkor, azután egy kicsit elfelejtettem a dolgot, vége volt a háborúnak, és pár hónapra rá alkalmam volt Torinóból Németország felé menni kocsim. A kocsim megakadt, meg kellett állnom, és ott mentem egy közeli szállodába, ami egy nagyon híres szállodat volt, és hát az első ember, akivel találkoztam, a Hayek közgazdász volt, aki már régen ismertem, éppen Amerikából, és hát tűnődtem, hogy miért van ő itt. És akkor nekem azt mondotta, mert tudja, sok barát van itt a teremben, itt egy nagy szervezetet létesítünk a közgazdászok között, és hát a legtöbbet ismer, nem akar egy pár percre bejönni. Hát én bejöttem, sok baráttal találkoztam, Röpke,
Erhard, Mises, és így tovább. És hát azután elmentem, kocsim kész volt, elindultam, és három hétre rá egy levelet kaptam az úgynevezett Montpellier Society részéről, hogy én kész vagyok-e ennek a társaságnak tagja lenni. Hát ezen nagyon tűnődtem, mert a Montpellier Society az a közgazdászoknak a legnagyobb világszövetsége. Nem vagyok egy nagy közgazdász. Egy pillanatig rájöttem, de hát van egy ok, hogy miért meghívnak. Amikor bent voltam abban a teremben, ott 50 egyetemi tanár volt. Szóval igazi bölcs emberek. És én bejöttem, és aztán elmentem. Csak van egy dolog, hogy az egyetemi tanár egy ignoráns nélkül, aki őt hallgatja, nem tud megmaradni. És akkor azt ráeszméltem, miért hívnak meg? Hát egyszerűen azért, mert én voltam az az ignoráns, aki akkor bejött ott Szent Moritzban ebbe a terembe, és hát azt mondották, ezentúl legalább van egy ignoráns, ami itt számunkra használ vehető. És ugyebben során bizonyos mértékben, hogyha látom most ezeket a gyönyörű szobrokat, a többi nagy szobrokat, akkor megint csak kezdek tűnődni. És nagyon élvezni fogom azt, hogy legalább itt lehessek, mert mindig fogom bámulni mind azok, akik itt bent voltak, főleg magyar honfitársaink, mert ezek a honfitársak két dolgot jelentenek számunkra. Az egyik az, hogy bizalommal lehetünk a jövőben. Nézzék, nincs olyan nemzet, amely kis nemzet, és amelynek olyan sok nagy tudósa van, nagy igazi egyéniségei vannak, mint éppen nekünk itt, és ezek a szobrok, egy szobor kivételével, de azt is jelentik. De akkor nekem adódik az, hogy mindig látom, hogy mit gondolnak, és hogy én tovább tudok tanulni valamit, amire biztosan szükségem van. És ebben az értelemben szeretném szívből megköszönni önöknek. Amióta jártam itt Pakson, ez most a negyedik látogatásom itt, hát azt tapasztaltam, hogy mennyit jelent Paks összehasonlítva más országokkal. Hogy itt tényleg mindenki érdeklődik a jövő iránt. Hogy egy szép vidéken vagyunk, és tudjuk azt, hogy ebben a szép vidékben óriási a többség. És hogy tehát ez az egész telep valami, ami egy szobor azért, hogy a magyarságnak van óriási jövője. Hölgyeim és uraim, ha tanuljuk a magyar történelmet, hát jól tudjuk azt, hogy tényleg csoda vagyunk. Annak idején sok ázsiai nép jött Európába. Nagyok, hatalmasak, a hunok, az avarok, és így tovább. A legkisebb a magyar volt, de megmaradt. Rájött egy helyre, ami biztosan egy gyönyörű szép hely, de másrészt veszélyes volt történelmileg, és mégis megmaradt. Átélt mindenféle hódoltságot, a tatárjárást, a török hódoltságot, az orosz hódoltságot, és megmaradt ez a maroknyi nemzet. És nem csak az, hanem sok más nemzetekből jöttek ide, németek, szlávok és mások, és magyarokká váltak, mert az a gyönyörű szép a magyarságban, hogy mi tényleg egy kultúrnemzet vagyunk. Nyelvünkben élünk, és a mi nyelvünk sokat jelent, és azon kívül élünk tudományunkban, és büszkék lehetünk mind azokra, akik itt állnak, akiket szobrát is megtekinthetjük, azt mutatja, hogy egy kis nemzetnek milyen sok ilyen dicsőséges tagja volt. És azon kívül még azt szeretném mondani, én úgy örülök, hogy itt egy társasággal találkozom, amely nem sír és nem kesereg, mondják ugyan egyesek, hogy sírva vigad a magyar, azért marhasság, bocsánat a kifejezésért, de tényleg nem lehet sírva vigadni, hanem ellenkezőleg örömmel kell vigadni. Vigadni kell, hogy lássuk azt, hogy milyen óriási
haladás volt, hogy milyen szépen dolgozott mindenki, hogy milyen sok tudós produkáltunk, és milyen sok tudósunk, és tényleg sokat hozzátett ennek az országnak a feltámadására, és ennek az országnak az életére. Így tehát ez a hely nekünk azt mutatja, bízhatunk a jövőben, ha csak mi magunk bízunk önmagunkban, és azon kívül, ha hűségesek maradunk a magyar hagyomány irányában, a vallásunk irányában, a hazánk irányában. Egy gyönyörű szép haza. Megéri, hogy szolgáljuk, és azok, akik közöttünk vannak, az idősebbek, akik tudják, hogy mi volt, amikor elveszítettük hazánkat, hogy tudják azt, hogy milyen gyönyörű, hogy ezt vissza tudtuk szerezni, és ezt saját akaratunktól visszaszereztük, mert azt se felejtsük el, hogy azok, akik hozták ezt a felszabadulást, nem utolsó helyen azok voltak, akik 1956 szabadságharcában föláldozták életüket az országunkért. Hogy tényleg itt történt valami, és azt is kell, hogy mi magyarok tudjuk azt, mi hoztuk a hidegháborúnak a fordulatát. A második világháború után, nagyobb világháború, az első világháború után nagy harcok voltak, nagy háborúk voltak. Az első világháború, amely tragikusan végződött országunk számára, az egy háború volt, amely először szépen haladtunk mi, aztán jött a tetőpont, a verdöni csata, és elveszítettük a háborút. A második világháború, amiben mi is becsületesen viselkedtünk, mert ne felejtsük el azt, hogy mit csinált számunkra Teleki Pál öngyilkosságával, hogy mutatta azt, hogy Magyarország nem akaratából részt vett ebben a háborúban, és azon kívül ez az ország is mutatta azt, hogy mit csinált például a lengyel testvérei irányában. Csak le kell menni a Balaton vidékére, hogy ott mennyi ment lengyel vagy francia ment keresztül, akiket megmentette a magyar nemzet. És mégis a második világháborúnak is pont ugyanaz a fordulata volt. Kezdődött avval, hogy Hitlerek győztek, azután jött a főpont, a sztálingrádi csata, és azóta hanyatlott. És a harmad, és amit nem szabad elfelejtenünk, volt egy harmadik világháború, amit hidegháborúnak neveztek. És ebben a hidegháborúban pont ugyanaz történt. Először a sztálinék nagyon diadalmaskodtak. Elfoglalták Európa egy igen jó részét. De azután jött egy döntő csata. És ez a döntő csata, hölgyeim és uraim, a magyar szabadságharc volt. Persze, elveszítettük ezt a csatát, de ezzel hoztuk a fordulatot. Úgyhogy tényleg azt lehet mondani, Magyarország volt döntő a harmadik világháborúban is. Úgyhogy bízhatunk a hazánkban, bízhatunk az embereinkben, bízunk tehát a jövőbe is, és Isten áldását kívánok mindnyájukra, egy további szép és diadalmas munkára. Köszönöm! Megköszönöm Ő Excellenciája megtisztelő szavait. Ünnepségünk zárásaként kérem hallgassák meg a Paksi Kameráta Pro Artis Kamara Együttes rövid műsorát. Thank you.
Erednének a botját is én vittem annak idején. Nagyon komoly volt. Működik, és hogy most ezekkel a nemzetiségekkel van ez a széles kibékülés, az egy gyönyörű szép dolog. Ezt tovább kell vinni. Excellenciás úr, milyen érzés önmagával szembenézni Pakson? Hát én most negyedszer vagyok Pakson, mert nagyon szeretem Paksot, mert itt egy kiváló atmoszféra van. Az emberek a jövő felé tekintenek, tudják azt, hogy el fogják érni ezt a jövőt, hogy ezzel szolgáljuk a nemzet érdekeit, úgyhogy itt tényleg egy atmoszféra van, amit az ember élvez. Ön volt bent az erőműben is, mit tapasztalt? Igen. Nézzel, kérem szépen, persze én nem értek sokat hozzá, azt be kell ismernem, én nem vagyok tudós, de nagy erőt képvisel. És ezt az erőt elvége az a természetből jön, és ez arra az erőre nekünk is szükségünk van a jövőben. Mert hogyha rágondolunk, hogy mi jön felénk, hogy milyen sok nyersanyag el fog tűnni, akkor hogy van egy erő, amely talán majdnem határtalan, az egy nagy buzdítás a jövő számára, és ezért nem értem nagyon jól azokat, akik siránkoznak. Ha az önről készült szobrot megnézi, mit mond róla? Szembenézem magával, tükörben néz? Nem. Én nem nézek tükörbe, mert tényleg, hogyha tényleg ott lenne, ahol ott lenne, kellene lennie, sokkal távolabb állítanám innét, mert ezek a nagy emberek, ezek hozták a nemzetünknek a nagyságát, ezek képviselték most. Hát akkor én úgy szólván mondjuk az ajtón állok. Jó egészséget kívánok, köszönöm szépen. Kérem szépen. Honnan van ennyi energiája? Hát kérem szépen, mert gyönyörű, szép feladatom van. Nézze, én nagyon élvezem minden napot, hogyha az ember itt van. Itt energia van a levegőben, itt energia van az emberekben, itt energia van ott a szobokban is. Úgyhogy ez megint új erőt ad sok kilométerre az életben. Hogyan érzi most magát így a szobor felavatása után, meglepődötte? Hát kérem szépen, én majd megmaradok az ajtónál, az igazi nagyok itt vannak, bent. Milyen kapcsolata van az erőművel? Hát kérem szépen, a kezdettől fogva én nagyon érdeklődtem ez iránt. Sok embert ezek közül ismertem személyesen a második világháború alatt, vagy a második világháború után az emigrációban. Főleg például hát Teller, Neumann, Wignert, azokat mind ismertem személyesen, úgyhogy örülök, hogy ez létesült, hogy mutatja azt, hogy a nemzet tiszteli ezeket a nagyokat, és egyben egyre kell, valamire kell gondolnunk, mi egy nagyon kis nemzet vagyunk, és hogy olyan sok elsőrangú embereink vannak, az bizalmat kell, hogy adjon nekünk. Nem mindennapi dolog, ha egy olyan embernek állítanak szobrot, aki itt lehet a szobor avató. Történt-e itt a szobrotóparkban már ilyen? Teller Ede esetében történt ilyen, de úgy gondolom, hogy nem mindennapi teljesítményekhez ezek a nem mindennapi esetek jól tudnak illeszkedni. Milyen Habsburg Otto kapcsolata Pakssal? Többször járt már itt. Hát én tényleg úgy gondolom, hogy Habsburg úr Magyarországnak elismerten nagy támogatója, az egyetemes humanizmus kiváló embere, aki szövetséges Paks városának és az atomerőműnek is. A legnehezebb helyzetekben is látogatást tett nálunk, és magával az életpályájával biztatott minket arra, hogy előre tekintsünk és oldjuk meg a nehéz feladatokat. Habsburg Otto úr hogyan fogadta, amikor értesült erről a tényről, hogy szobrot állítanak neki Pakson? Nem árultuk el ezt a meglepetést, arra hagytuk, hogy itt örömet szerezzünk vele. Tárosz! Mindenki szavazott-e? Ja, van a vunga is gesagt. Für die Zukunft. A szoborpark a Paksi atomerőmű előtt gyarapodott, nem akárkivel. Miért döntöttek úgy, hogy szobrot avatnak van is, és arról akiről? A Disputa szoborparkban Habsburg Otto kapott helyet még életében, ez lehet, hogy furcsa. De úgy gondolom, hogy élete, munkássága, humanizmusa, embersége, a magyarság jövőért folytatott tevékenysége följogosított bennünket arra, hogy szobrot emeljünk és avassunk ma Habsburg Ottónak itt Pakson, a Paksi atomerőmű szoborparkjába. A céljaink hasonlóak, tehát bízunk a jövőben, szeretnénk egy olyan világot Magyarországon,
ahol a Paksi Atom erőmű jövője, szerepe egyértelmű és iránymutató. Úgy gondolom, hogy Habsburg Ottó jövőt építő tevékenység és a Paksi Atom erőmű jövőt támogató tevékenysége valahol találkozik. Ezért adtunk helyet Habsburg Ottónak itt Pakson. Köszönöm szépen. Könnyebb vagy nehezebb feladat-e élő embert megalkotni szoborrá? Ha az élő ember műteremben van és modellt ül vagy modellt áll, akkor kétségtelen, hogy könnyebb. De ebben az esetben ma láttam először Habsburg Ottót, úgyhogy különböző forrásmunkák. Hát elsősorban mint élőben? Igen, fénykép alapján írásai, riportok, TV szereplésekből gyűjtöttem össze azt a próbáltam megragadni a karakterét, amit hát végül is bronzba fejeződött ki. Remélem, hogy ilyen megfelelő formában. És mit szólt hozzá Habsburg Ottó, amikor önmagát látta? Én úgy láttam, hogy öröm futott át az arcán, tehát úgy nyilvánvaló van ebben egy kis hiúság is, hát minden ember hiú egy picikért, de ez a találkozás, ahogy én láttam, egész különleges volt. Én úgy látom, hogy örül neki. Valahogy egy kicsit magára ismert talán. Hányadik szobor, amelyben Habsburg Ottó magával tudott szembenézni? Hát ez az első. Én úgy tudom legalábbis, hogy interneten is vizsgálódtam. Ott talán festmény, rajz még előfordul, de többnyire fénykép ábrázolásokban van megörökítve. És hányadik szobrod áll itt a Paksi Látogatóközpont előtt a szoborparkban? Hát ez a nyolcadik, mert az egész szoborkertet, szoborparkot segítséggel de én terveztem, a portrékat én készítettem, és hát így összeállt a Csobogók út körül a hatos fogat, és itt pedig hát a közéletből és a tudósok, Marx György portréja is itt van, így ketten kerültek a többiek mellé. Mennyi idő alatt készült el ez a szobor? December 20-a körül kaptam szóban a megbízást dr. Kocsis Istvántól, az atomerőmű vezérigazgatójától, és hát jó fél év állt rendelkezésre, hogy magamban összeállítsam a karaktert, és aztán agyakba mintázva, viaszba, majd bronzba öntve készült ennyi idő alatt a szobor. Köszönöm szépen! Thank you.